tessem el én a harc mezein, ott folyjon az ifjúi vér ki szívemből. S ha ajkam örömteli végszava zendül, hadd nyelje el azt az acéli zörej, a trombita hangja az ágyúdörej, s holttestemen át fújó paripák száguldjanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Ott szedjék össze elszór csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú gyászzenével és fátyolos zászlók kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják. Kik érted haltak, szent világszabadság. ...1846 decemberében írta ezeket a sorokat Pesten a nemzet költője Petőfi Sándor. Ami ezekből megvalósult, az a harcmező lett, az ágyúdörei, meg a fújó paripák. Azonban mai napig nem tisztázott, hogy nagy költőnk összetiport csontjai hol is nyugszanak, sőt az sem, hogy milyen körülmények között halt meg. Egy biztos, ott volt Bem tábornok seregeivel a fehéregyházi ütközetben, amelyet egyes források segesvári csataként emlegetnek. Itt és ekkor látták utoljára Petőfit, az említett csata pedig inkább a költő halála miatt, mintsem az ütközet nagyságrendjéért került be a köztudatba és a történelembe. Nem volt tehát kivívott diadal, ami maradt, az egy közös sír, amelyben több mint 400 hősi halált halt honvéd alussza örök álmát. Ez a hely kegyhely, a mellette lévő múzeum pedig az emlékezet helye, ahová minden magyarnak illene ellátogatni és fejet hajtani. Itt alattunk, ahogy már korábban mondottam, közel 400 honvéd nyugszik, és azért, hogy ma itt lehetünk és magyarul beszélhetünk, én úgy vélem, hogy elsősorban nekük is köszönhető az ők áldozataiknak. Szabó József, a fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke először a múzeummal szemben lévő unitárius templom tornyába hív, ahonnan rálátás nyílik az egykori csatatérre. Ezt a területet ma már Segesvár és Fehéregyháza egy része fedi be, de az itt élő magyarság közös emlékezetében elevenen él az 1849-es véres ütközet, amely egyben Petőfi halálát is jelenti. A nemzetköltőjének emléket állító múzeum 1898-ban nyílt meg, azóta is őrzi a korszak és a hely történéseinek, személyiségeinek emlékét. A Fehéregyházi Petőfi Múzeumban vagyunk, ami egy kis múzeum, mindössze egy közel 80 négyzetméteren terül el, három kis szobából áll. Hát ugye éppen az első szobában, mi a Petőfi Múzeumról beszélünk, ugye a Petőfi kor, 19. század nagyjairól láthatunk itt képeket, úgy mai Magyarország területéről, mint pedig erdélyi szinten, művészekről, írókról, költőkről láthatunk egy ilyen átfogó kiállítást. Megemlíthetném, főleg a látogatók nagyon sokat csodálják a Vörös Marti, a szózatnak a ahogy megírta, sokan csodálják ezt a kiállítást, mert hogy láthatjuk a szózatot, úgy találjuk meg, ahogy fogalmazott, hibákkal, törlésekkel, tehát nem letisztítva van a vers. Minden anyagot, amit itt láthatunk a múzeumban, azt a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum állagából származik, mindent onnan hoztak Budapestről, és maga a kiállítást is a múzeumnak a munkatársai végezték. A múzeum közbelső legkisebb szobájában vagyunk, ez tulajdonképpen a Petőfi szoba, ami magáról a költőről szól, családjáról, útjairól. Itt például a szüleit láthatjuk a költőnek, alatta a kiskörösi anyakönyvi hivatal, az evangelikus templom
tulajdonában levő bejegyzés a születéséről. A nemzeti dal, közben Szendrey Júliáról is láthatunk dolgokat. A Petőfi útjairól, a jegygyűrűről van egy kép. Természetesen itt csak erekjeként van megjelenítve, az eredeti az a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonában van. Ott őrzik, legjobb tudomásom szerint. Hát a Ferencházi magyar közösség, mivel szórvány közösség, hát Petőfinek a közösségnek a számára mindent jelent, meg kell mondanom, mert egy megtartó erő. Egyébként maga Ferencházán is, ha azt mondjuk, hogy Ferencháza, akkor mindjárt Petőfi jut eszünkbe, meg a Ferencházi csata, és aki Ferencházi és itt született Ferencházán, tehát az már az óvodától ebbe belenevelték a helyi Petőfi szellembe. Ez itt a harmadik terem, ahol, amelyik tulajdonképpen a szabadságharc terme, benne a fejlegyházi ütközet terepasztalával. Látogatók számára azon, hogy jobban feltalálják magukat, hogy hol is vannak. Hát, bár belül nincs ez így megjelölve, itt kívül jelöltük meg, hogy itt tömegsír, mivel ugye a múzeumkert udvarában a tömegsír van, hát körülbelül itt vagyunk mi most, és akkor erre ugye Hiasfalva, a székelyföldi oldala, meg itt Segesvár ugye is. Egy ilyen kis léptékes sem van ez feltüntetve, hogy megütköztek Segesvár és Ferencháza találkozásánál az orosz, a cári csapatok, a BEM hadtestével, és amire különösebb, persze itt kronológus, itt fel vannak tüntetve nagyjából meghatározó időpontok szerint, hogy mikor is mi zajlott az ütközet során. Itt láthatjuk egyébként azokat az épületeket, legalábbis az épületeknek egy részét, amelyek ma is állnak szemtanúi az akkori ütközetnek, többek között a református templom, az egykori Hallel kastély filagóri épülete és a malom épülete, ami sajnos ma nem áll, az éppen a Haller kastély. És itt a terepasztal készítők külön kiemelték Petőfinek is, Petőfi Sándornak is a helyzetét ebben az ütközetben. Petőfit itt négy helyt látjuk feltüntetven ebben a maketten. Hát itt a hídnál a kis kinyújtott karral is fekete ruhás emberke, Petőfi akar lenni, és miért a hídnál, mivel az ütközet alatt a híd, mondhatnánk úgy, a csata kapujaként szolgált, tehát azon belül ütköztek meg. Mondjuk úgy, hogy egy kis biztonságot is nyújtott ez a híd azoknak, akik ott álltak, ott voltak a lőszerek, ápolták a sebesült honvédeket, és Petőfit legtöbbet ott találjuk. Na meg itt van egy helyzet, ahol ő minden áron az ütközet alatt fel akart jutni a monostordombi magaslatra, a BEM tábornok közelébe. Ez a karddal kivont lovas, ezt BEM tábornokot jelképezni. És BEM-nek ahányszor tudatták, hogy hát tiltás ellenére Petőfi itt van. Hát ezt hosszúsan vette tudomásul, csak a csata hevébe igazán nem tehetett egyebet, de gondja kiterjedt rá, hogy mindig visszaküldje a költőt a híthoz, hogy biztonságba tudja. És akkor itt még két helyt látjuk őt a terepasztalon feltüntetve. Hát van itt ez a sárga útszakasz, ami tulajdonképpen Petőfinek a menekülési útvonala. És ez az a hely, itt ez a harmadik hely, ahol Petőfit látták utoljára életben. Itt már az Ispánk útnál a feltételezett elesési helyét jelölik. Ezzel szeretném egy picit tisztázni a dolgokat ezen a téren az Ispánk úttal kapcsolatosan, mert nagyon sokan mind a mai napig, akár sajtóban, akár idegenvezetők úgy jelölik meg az Ispánk útat, mint az a hely, ahol a költőt utoljára élve látták. Tehát ez így nem igaz, a tanúvallomások alapján is itt ezen a helyen látták őt utoljára életben még, tehát Ferencházát, helységnévtáblát elhagyjuk, ott van egy egyenes országút szakasz, és ott látták még életbe,
ki látta, ki erre a koronatanú székelykeresztúri Lengyel József orvos, aki előtte menekült lovon. Tehát ez a vallomás a leghitelesebb. Az ispánk út az már a feltételezett elesési helyét jelöli, hogy ahogy tudjuk, hát odáig vonult ki az orosz tisztikar, ott megálltak, tudomásul vették a győzelmet, már nem mentek a menekülők után, és ott tűnt fel az egyedüli osztrák összekötő tisztnek, H.T. hadnagynak az a holttest, ahogy ő leírta a felső ruházatától, meg volt már fosztva a szívetáján, nagy dárdasebb tátongott, papírocskák is hevertek körülötte, kecskeszakán, szikár alak, és néhány foglyulejtett magyar tisztő kérdezve, kiket egy ideig Segesvár tartottak fogva, legtöbben őt vélték benne felismerni. Tehát innen az ispánk út, mint feltételezett elesési hely. Itt vagyunk most a Petőfi Múzeumkertben, hogy miért itt éppen ezen a helyen. Nem is egy látogató, aki talán jogosan is felháborodva, vagy nehezen találta meg a helyet a szűkös kijelölés miatt. Megkérdezte, hogy mit keres ez az emlékhely ilyen félreeső helyen. Hát az emlékhelyet igazán senki sem választotta meg. Ez azért került épp ide, hiszen a csatának itt van az egyik, hát a legnagyobb jelzett tömegsírja. Ugye itt alattunk hármas tömegsírba, közel 300-400 honvéd nyugszik, főleg a balszárny hősi halottjai. És amint említettem, tehát vannak még kisebb létszámú tömegsírok Feredegyháza területén, de ami igazán megjelölt, ez az itteni. Akkor az ütközet után, miután a hősöket elhantolták, hát természetesen, hogy nem lehetett erről sem beszélni, sem tenni, megtorlási időszaka következett, és viszonylag elég sokat kellett erre várni, hogy megjelöljék ezt a helyet. 48 évvel később, 1897-ben akkor történt az első ilyen jelölés ezzel a turulmadaras emlékművel. A Feredegyháza utolsó grófi leszármazottja Haller Luisa grófnő közbenjárásával, és akkor emelték el fel ezt a olasz testvérpár, bosszini testvérpár által készített emlékművet, és rajta a tetején a turulmadárral, amit Köllő Miklós Gyergyó csomafalvi szobrász alkotott. Tehát gyakorlatilag ezzel jelölték meg ezt a helyet, és azért még tudni kell, hogy akkoriban ezt az emlékművet közadakozásból állították fel. Az emlékmű mellett ott van Petőfi Sándor egész alakos szobra, amelyet a költő halálának 150. évfordulója alkalmából állítottak fel. A szobor Kiskun Félegyháza ajándéka volt, készítője Máté István szobrászművész. Szállítása során a szobor átutazott Aradon, majd Déva irányában haladt állandó otthona felé. Hazaérkezését a történelmi egyházak templomainak harangszava kísérte. Így hajtott fejet Erdély magyarsága a nemzetköltője emléke előtt, és egyúttal a mindenkori szabadság eszméje előtt is. Lantom, kardom tied, ó szabadság!